Hello srácok, üdvözlök mindenkit, én Peti vagyok. És a mai videóban kapuszniban leszek, mert már fodrászhoz kellett volna mennem, de még nincs kedvem. Egyébként most bűvész trükköket fogunk megnézni, amiket nézők küldtek a Facebookos csoportomba, Uborcraft uborkája neve, lépj be te is, hogyha szeretnél. Ott hirdettem meg egy ilyen versenyt, hogy 10.000 forintot nyer az, aki a legjobb bűvész trükköt beküldi. Jó, men! Kezdjük! Itt van ugye a poszt. És akkor görgessünk lejjebb. Várj, először nézem az e-mailemet, mert az e-mailemre is érkezett egy bűvész trükk, pedig nem oda kértem őket. Aha, meg is találtam. Azt mondja, hogy 3 trükköt mutatok ebbe a videóba, mert 3 a magyar igazság, plusz még egy a ráadás. Akkor most 4 lesz. Első, fogadjunk abban, hogy nem tudsz egy kötélre egy csomót kötni úgy, hogy a kötél egyik végét sem engeded el. Hát... láttam Hajnóci Soma videóját, szóval tudom, hogy kell. Itt a kötél, ami most egy fülhallgató. Meg kell fogni mind a kettő végét, és egy csomót kell rákötni. De az a trükk benne, hogy nem így fogod meg a két végét, hanem először keresztbe rakod a két kezed, és így fogod meg a két végét. És hogyha így széthúzod a kezed... Mission failed! Fogom is a kötél két végét, ami nem tudom, hát valószínűleg nem nagyon látszik, de itt van meg itt, és most széthúzom a kötelet. Figyeljétek! Hó? Hó? Jaj. Jaj, várjatok. Nem teljesen a végét fogtam. És itt a csomó. És volt egy vágás benne, szóval senki nem fogja elhinni. Na mindegy, nézzétek, így van ez, higgyétek el. Nézzétek, keresztbe van a keze, és széthúzza. Wow, man, bro! Következő trükk, hát a fehér dobókockából rózsaszín lett. Ez szerintem direkt egy ilyen doboz, hogy ott fönn megfogja a fehér kockát, egy rózsaszínt meg ledob. Ez ilyen trükkös doboz szerintem. A következő, hát lehet, hogy ez is egy trükkös doboz lesz. Belerakja az ezrest és eltűnik. Van 2 fak, és az belső fak az benne marad a dobozban, és csak a külső fak jön ki. Aha, volt, ismerem ezt a dobozt. Tutti juice, igen. Á, ezt is ismerem Soma videójából, igen. Nem rossz, ez így bemelegítésnek full-fullos volt. Kíváncsi vagyok, hogy látni fogok-e olyan trükköt, amit nem ismerek. Nem vagyok akkora nagy trükkszakértő, de azért szeretem a trükköket, és már láttam azért egy jó párat. Itt a következő trükk. Jó, man. Egész nap húzgálnám ki a tabletemből a 200-asokat. Következő trükk, kicsit rossz lett, de itt van Ubi. Na nézzük, csak nem lett olyan rossz, én bízok benned. Jó, egybe lett a madzag, ami az előbb szakadt volt, de hát, de ember. Kivitted a képernyőből a madzagot. Ez a mi trükkünk, remélem tetszik. Na nézzük, Joci, mit alkottatok? Műbőr, birkafotó. Nice, és... ugyanaz a zene megy, mint az első trükkös videónál. Aha, meg is találtam. Ez amúgy tetszik. Nem egy nagy trükk, mert gondolom csak olyan tintával van írva, ami lángnak a hatására eltűnik. De ez tetszik, ez tök jó lett. Ez nagyon tetszik, ez nagyon satisfying. Novák Joci, te fönt vagy a listán. Igen, itt van ez a sárga cucc. 3 fakkal, vagy 3 ilyen kis lukkal. Habból belekerült egy kártya. Az honnan került oda? De ez hol fért el? Bartók Bence, van még egy trükkje. Kíváncsi vagyok arra is, nézzük meg. Úgy látszik Bence aktívkodott eléggé. Aha, most fog egy kendőt, amit így összehajt. Igen, de nincs semmi a kendőn, ha jól láttam. Igen, és elkezd emelkedni. Aha, ezt szerintem tudom, hogy csinálja. Nem tudom, hogy elmondjam-e, de ez nagyon jól néz ki. Vigyázz, elkap az alien! Bence kapjon egy helyet a listán. 2 videót is küldött, meg jók voltak a trükkjei, kapjon. Bartók Bence, te is fönt vagy a listán. Itt a kövi trükk. Van egy kulcs a srác kezében. Ho? Ho? Na, hova tűnt? Mi volt ez a hang? És hogy örül? A legjobb, ahogy örül magának. Ne vajon ez hova tűnhetett? Na, látjátok, hogy nincs itt semmi. Igen, nincs ott semmi. De? Várjatok. Várunk. Igen. Ide leteszek egy ilyen kendőt. Oda letesz egy olyan kendőt, és... ezt én most szépen itt felemelem, valami lesz alatta, várjatok. Valami lesz alatta, aha. Hát ezt megfogadnám. Következő trükk. Ej, zöldre lett állítva a LED. Igen. Magic! Következő trükk. Szóval, Peti, itt egy gumi. Aha. Látom. Eltépem. Igen. Beleszom a kezembe, csöppintek. Nem mondta, hogy egybe van. És már nincs elszakadva.
Igen, tégumi. Nézzük újra. Eltéped. Eltépem. Nagyon pró, tényleg úgy nézett ki, mintha eltépted volna. Valószínűleg eltépem. Itt a trükk. Na jó, inkább nem. Eddig már annyi leleplezést mondtam, nem kéne ennyit. Pró vagy pró. Mankovics Ákos, fönt vagy a listám. Ebben a trükkben egy ezres van a középpontban, amit szépen behajtanak egyszer, behajtanak még egyszer, igen, oké, és aztán kezére rakja, micsoda, az úgy hogy áll meg? Mi? Ez hogy csinálta? Csaló! Emberek, tudjátok ki lakik itt? Egy nagy dagad csaló! Szlávik Ádám, erősen ott vagy a listán, tényleg jó lett a trükköd nagyon. Következő trükk. Itt van az 50 forintos. Aha. Menő a pulcsi. Itt van a 100 forintos. Ez gagyi volt. Itt van a 100 forintos. Melyikben van? Na itt a kövi trükk. Na. Figyeld. Itt van az újságpapír. Itt van egy ilyen magazin felirat. Meg egy Discord üzenet. Itt van egy dátum, hogy február 22. Így. Most fogom ezt az újságot. Jól összetépem. Te eltépem egyszer. Jó, egyenesen tudsz tépni. Itt is eltépem egyszer. Jaj, megállt a felvétel. Jó, hú. Itt is eltépem egyszer. Tépi tovább, ott tartottunk, igen. Nem sikerült túl jól. Ezt jól összegyűröm. De ez már nem lesz egybe többet. Most lett egy ilyen galacsin belőle. És hogyha csettintek, igen. Akár hiszed, akár nem. Az újságpapírok, hogy az újság ilyen papírdarabok most összeálltak. Már most. Figyeld. Azt hittem még fog történni valami. Hogyha még csak gyanakodni mertem erre, hogy remélem összerakod, de nem mertem remélni, hogy már most összejön. Ne szórakozz. Újra itt van a magazin felirat. Ezt újra hogy? Itt van ez a kettő ember. Hogy tavaly ilyenkor két ember. Hogy éli meg ezt egy ember és miért? Újra a régi lett. De hogy lett a régi újra? Mi? Perger Zsigmond, ezért fel is kerültél a listára. Marha jó lett a trükköd. Következő. Jó, Rubi, ezt neked küldöm, ezt a gyufaszállat, most én el fogom varázsolni. Igen. Hopp, eldobtad? Mi? Mi a végére visszakerült a kezébe? Várjunk csak, valami nem stimmel. Akkor biztos nem eldobta. Nézzétek meg, hogy a legvégén ott van a kezében a gyufaszál. Figyeld. Zsutty. És ott van, lehet látni. Ki lehet venni, hogy ott van egy kis gyufaszállacskad. Itt a következő, ahol szintén egy ezres van a középpontban. Ugyanazt fogja megcsinálni? Ugyanazt csinálja, és szerintem rájöttem, hogy itt mi lehet a trükk. Szerintem ott van egy érme a pénzben, amit most dob ki. Most dobott. Jaj, de megint elmondtam, csúnya vagyok. Viszont ugyanazzal a trükkel László ne kerüljön fel a listára, de akkor mi legyen? És vegyem le Ádámot is. Sajnos Ádámot le kell, hogy szedjem a listáról, srácok, mert két különböző személy ugyanazzal a trükkel nem kerülhet föl a listára. Nem tudom, az olyan fura lenne szerintem. Na, nem biztos, hogy ez egy túl jó trükk lesz, de kivarázsoltam egy 5 forintost. Ez még jobban meg van csinálva, mint a legelső. Na, ha ezt a trükköt valaki megmutatja úgy az egyik következő részben, hogy előbb megmutatja a telefon hátulját is nekem, és ezt a kezét is így mutatja, mindent mutat, és úgy teszi oda a kezét a telefon hátulja mögé, és úgy húzza ki utána a pénz belőle, na hát az biztos listára írom. Itt vagyunk a következőnél. Ó, itt a srác tud már valamit, van egy kis kézügyesség. Húztunk egy lapot, azaz 5-ös. Valamilyen 5-ös. Káró 5 talán, vagy nem tudom. Mindegy. Az a piros 5-ös. Oké, visszarakta, összekavarta a paklit. Kavargatja, de még hogy kavargatja? Ilyen fiatalon így kezelgeti a paklit. Azt a betyár. Ki hív? Ne hív. Na szóval ott tartottunk, hogy nagyba kavargatja a paklit, még mindig kavargatja. Van egy 3-as. Azt kérdezi, hogy az-e az a lap, de nem a 3-as volt. Igen, várj, most mi történik. Nice! Megsimogatta a tenyerével, és az alap lett ott, amelyiket mi választottuk. 8-as Ákos, te is fönt vagy a listán ezzel a bűvész trükkel. Nagyon ügyes vagy, és sok sikert a továbbiakban. De ha ezt is elengedem. Van még itt 1000 forintos papírpénzes trükk. Úgy látszik, ezt megcsináltátok páran. De amúgy ez tetszetős trükk. Hölgyeim és uraim, következik a legérdekesebb trükk a világon. Ezt meg hogy csinálta? Terminátor.
Hát egy papírdarab, amit végighúz és ezres. Uh-huh. Az nem rossz, viszont körbe kellett volna előbb mutatni a papírt, úgy hitelesebb lett volna szerintem, de ez is jól néz ki. Itt is van a következő, ami szerintem le is zárhatjuk a versenyt. Na ezt figyeljétek, ott van egy gumi a kezén, rácsavarva. Megfogja a másik kezével, leszedi, de még nem ez a trükk. Nyilván nem ez a trükk. Ott van a tenyerében a gumi, és visszadobja! Visszadobta az ujjára, úgyhogy föl van rácsavarodva. Figyeljétek, itt van a momentum. Itt a momentum, ahogy visszadobja. Hát én nem tudom. Ez nekem listát érdemel. Sebe Kristóf, fent vagy a listán te is. Itt a kövi. Jó kis no copyright-os zene. Legalábbis remélem. Inkább lenémítom. Na szóval rárakta a kockákat a kockákra, és levette, és kockák. És várj, ott van a sárga, ez alatt volt a sárga, ez alatt meg piros kocka volt. Oké, most megcseréli, az előbb... Hát megcserélődtek ezek a kockák is. Most itt a sárga, és itt van a piros. Most visszacserélte megint, és megint átkerült ide a sárga, és itt meg a piros. Hát, ez valami trükkös kocka. Következő trükk. Valami gyufás sztori lesz. Ahogy látom, jó kis kópos gyufa. Igen. Eddig tiszta sor. Uh-huh. Ja, hát azt nem le... Micsoda? Mi ez a duplán gyújtható kópos gyufa? Hagyjál már! A kópos gyufa hatalma! Nem, amúgy ilyet nem lehet, hát a szén, a szenet, az hogy lehetne begyújtani újra? Mármint hát persze, tűzzel lehet, de ilyen sikamlással, csúrlódással, na. Ezt nem tudom, hogy csinálta. És elérkeztünk az utolsó trükkhöz, ha jól látom, ja, jól látom. Szia Peti, itt egy egyszerű kis trükk kell uh-huh. hozzá. Egy gumi, uh-huh. egy érme. Itt is van, akkor igazából a lényeg az az, hogy fogtam... Ezt egyébként ismerem. Oda celdoztam a gumit a pohár tetejére, hogy feszesen maradjon. Nemrég láttam itt egy tettem a 20 forintos. Híres videóban, de ez egyébként így jó. Fogom ezt a 20 forintost. Figyeld. Átnyomja a gumit. Ez raj, de nem árulom el, bibibi. Ez jó volt, jó szűkös kis részlet a versenyzős videók közül. Lesznek még ilyen bűvész trükkös videók, feltéve, ha ez nektek is tetszik, jelezzétek vissza egy like-al, hogyha szeretnétek következő részt. Kíváncsi vagyok, hogy titeket mennyire érdekel ez a téma. És ha mondjuk összegyűlik 20 000 like, akkor jön a következő rész. És én köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok föl, legyen további szép napotok, sziasztok! We'll be right back.